A koronavírus járvány miatti korlátozások a teleház nyitvatartását is érintették, így már sajnos hónapok óta zárva tart az épület, a szolgáltatások szünetelnek. A teleház nyújtotta szolgáltatásokat, nagyon sokan vették igénybe eddig is, ugyanis akinek nincs otthon internet hozzáférése vagy számítógépe, itt könnyedén intézhette a dolgát. Több utánajárás után állásfoglalás született, aminek köszönhetően a teleház újra megnyithatta kapuit február 18-án. Ez azért is fontos, mert nagyon sok ügyet csak elektronikus formában lehet elintézni a személyes ügyintézés helyett. A teleház, amely a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban van, sajnálatos módon szintén beleesett 2020 novemberében azoknak az intézményeknek a körébe, amelyekre látogatási tilalom lépett életbe, hiszen maga az Ifjúsági Ház az egy közművelődési intézmény, és ezért be kellett zárni. A teleház maga az pedig egy szolgáltató iroda, tehát sokáig kétséges volt egyébként, hogy hogyan is lehet és kell értelmezni ezt a jogszabályt. Ugye maga a teleházat, a teleház szolgáltatási rendszerét nagyon sok hajdunánási ember veszi igénybe. Egyrészt a térítéses, másrészt pedig, amit ki kell emelni, a térítésmentes szolgáltatásokat. Ugye azért jó néhány évvel ezelőtt az online ügyintézés a koronavírus járvány előtt és előtérbe került. Nagyon sok idős ember, vagy éppen olyan emberek, akik nem értenek a számítógép kezeléséhez, segítséget kellett, hogy igénybe vegyenek ezen szolgáltatásokhoz. És a teleház ebben nyújtott segítséget a hajdunás lakosságának, azért havi szinten körülbelül 120-150 fő az, aki rendszeresen ide bejön és közreműködés segítséget kér az ügyek intézésében. Nagyon sok jelzést kaptunk a november 11-i bezárás óta. Sokan kérdezték, hogy mikor nyitunk újra, hiszen most ezzel a járvánnyal még inkább előtérbe helyeződtek az online ügyintézések. Nagyon sok szolgáltatót nem is lehet másképpen elérni, csak ilyen formában, tehát a személyes ügyintézés megszűnt. És érzékeljük a mai napig, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsünk a város lakóinak. Úgyhogy mi kértünk állásfoglalást és segítséget ezzel kapcsolatban, és az a döntés született meg, hogy csak maga a teleház a mozi épületen belül, mint szolgáltató iroda megnyithat. A nyitáshoz természetesen több szabályt és előírást is be kell tartani. A biztonságra nagy hangsúlyt fektetnek, így plexifalon keresztül lehet beszélni az ügyintézővel, kötelező a maszkviselése, valamint a kézfertőtlenítő használata. A szolgáltatásainkat bővítettük a most nagyon-nagyon aktuálissá vált külön témával, ez pedig az, hogy mi is segítjük a város lakosságát abban, hogy a koronavírus elleni védőoltásban tudjanak online módon regisztrálni. Ez természetesen teljesen ingyenes szolgáltatás részünkről, mint ahogy egyébként minden más online szolgáltatás is. Ahhoz egyébként, hogy megnyissunk, nyilvánvalóan nekünk is fel kellett készülni erre, tehát azért igyekszünk a legbiztonságosabbá tenni a környezetet. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat. Ugye az ügyfél és a munkatársunk között egy plexi felület van, tehát semmilyen formában nem tudnak érintkezni egymással. Az ügyfelek számára a plexi üvegen kívül van monitor, illetve billentyűzet, tehát ők maguk is tudnak ezen dolgozni. Például, ha nyomtatni szükséges, akkor ők ezt kiválasztják, és tulajdonképpen a kolléganő a másik oldalon csak azt a fájlt vagy dokumentumot látja, amit ki kell nyomtatni. Természetesen nálunk is kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk használata, illetve belépés előtt a kézfertőtlenítő, amit szintén kihelyeztünk. Éppen azért, mert hogy egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, egy szolgáltatásunk ebben az időszakban még szünetelni fog, ez pedig az internet használat. Tehát ugye itt vannak azért a gépek, amit még mindig szoktak rendszeresen használni ügyfelek, erre most nem lesz lehetőség. A teleház 2021. február 18-ától várja az ügyfeleket a megszokott nyitvatartásban, hétköznapokon 8 és 16 óra között.
Fontos kiemelni, hogy minden regisztráció után feltöltenítik a zegeret és billentyűzetet, ezzel is ügyelve mindenki egészségére. A teleház szolgáltatásai ugyan még korlátozottan, de már elérhetőek. A koronavírus elleni védőoltás regisztrációjához pedig bárki kérhet segítséget térítésmentesen az irodában.